A hőgyésze megnyílt autómosó egy inopos pályázati forrásból készülhetett el, amelyre 58,3 millió forint vissza nem térítendő 100%-os finanszírozású támogatást nyert a tamási vállalkozó, aki fél évvel ezelőtt tudta elkezdeni a kivitelezési munkákat. Mint mondja, a berendezést Németországból szerezték be. Minőségre tényleg egy profi minőség. Az aktív hab az tényleg a bogaraktól kezdve a különböző felületi sarat, különböző dolgokat old, és így gyerekjáték utána már a mosás. A pályázati forrás, amiből megvalósulhatott a hűgyészi autómosó, a hazai mikro- és kisvállalkozások versenyképességének javítását hivatott szolgálni. Az ünnepélyes átadón Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke hangsúlyozta, a megye életében is fontosak azok a beruházások, melyek a településeken élőket szolgálják. Megye fejlődése szempontjából nagyon fontos, hogy helyben tudjuk tartani az embereket. Tehát minden olyan szolgáltatás, amivel úgy érzik, hogy ők ki vannak szolgálva helyben, és helyben is elérik, nem muszáj elmenni egy városba, vagy egy másik településre, az a megtartó erőnek a hozadéka, és hát ilyen szempontból is vonzóvá tudjuk tenni a településeket. A délután lehetőséget biztosított a berendezés kipróbálására, amely ezután a nap 24 órájában működik, és az ökkenőmentes használat érdekében pénzváltóval látták el.